A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, én azt gondolom, hogy az agrárgazdák mindennapjaiban rendkívül fontos szerepet játszik, hogy megtudják, mi várható a következő években, annál is inkább, hiszen a Közös Agrárpolitika 2023-as program rövidesen elindulhat. 2023-tól természetesen, és ez az uniós agrárpolitikáról tartottak egy olyan konferenciát, amit szerteágazó volt kellőképpen ahhoz, hogy mi is utána nézzünk, mi mindent kell megtanulniuk a gazdáknak, hiszen klímaváltozás, terménypiacok, drasztikus hatásai, a hitelforrások az agrárválságban, ahogy mondtam, az új uniós közös agrárpolitika, a vidékfejlesztés is új alapokra kerül, hiszen támogatási pályázati és elbírálási feltételek is változnak a következő esztendőkben. Ezen felül is sok mindenről fogunk beszélgetni, vendégeim pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Szép jó estét minden kedves nézőnek. Elnézést. És Bán Zoltán, a Netmedia ZRT vezérigazgatója és társtulajdonosa, és egyben a Portfolio.hu vezetője, a hazai digitális piac meghatározó szereplőjeként köszöntöm körünkben. Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm a meghívást. Annál is inkább, hiszen most olvastam nemrégiben, hiszen hogy a gazdasági hírportálok listavezetőjét köszönhetjük abban a csapatban, amelyet ön vezet. Nos, kivonatosan beszéltünk már erről a konferenciáról. Én azt gondolom, hogy egy kicsit kutassuk a mélységeit, azokat a pillanatokat kell, hogy felidézzék, amelyek nyilván egy ilyen szakmai konferencián előtérbe kerülnek. És hát ebben minden benne van. Ugye kezdjük talán azzal, hogy a történelmi méretű asszály nagyon sok mindenre rávilágított. Tehát drasztikus következményekkel kell szembesülni. Miként lehet ezen túllépni, hogyan lehet ezt finanszírozni, mi mindent kell tenni azért, hogy, mert nyilván ez nem egy egyszeri esemény, hanem nagyon is jól tudjuk, és nem csak a meteorológusoktól, hogy bizony ez a klímaváltozás, ez talán állandósul is. Hát akkor kezdeném én a válaszadást e tekintetbe. Igen, a klímaváltozás tényét ma már senki nem vitatja. Legfeljebb, ami vitatárgya lehet, és ez a konferencián is elhangzott, a okainak a feltárása. És most nem megyek mélyen bele, hogy a állattenyésztés, a növénytermesztés, a talajok milyen módon és milyen százalékos arányban tudnak klímarombolók lenni. Itt sok még mindig az érzelmi megközelítés. Ami viszont tény, hogy az időjárásunk rendkívül hektikus lett. A hektikusságba adódik például ez az év is, mert most már 503 mm-nél vagyunk éppen Mezőfalván vagy Fejér megyében. Ez azt jelenti, hogy év végére ránézünk a majdan évtizedek múltán az évi átlagcsapadékra, és azt mondjuk, hogy hát nem is értjük, hogy mitől volt itt évszázadok legnagyobb aszálya, tehát az 1863-as nagy aszály után az idei évben. Tehát a hektikusság. Az a hektikusság, amit tenyész időszakban igenis kizárólag öntözéssel lehet bizonyos értelemben kivédeni, nem megakadályozni, mert ugye a légköri aszály és a különféle talajoknak a aszálytűrő képessége az más-más. És mindenképpen nagyon-nagyon komoly vélemény bontakozott ki a tekintetbe, amit én magam is itt már ebbe a műsorba többször is hangoztattam, hogy a talajművelésnek a miensége, a forgatás nélküli talajművelés irányába való mind erőteljesebb elmozdulás, ha bármit forgatok a talajba, azonnal zárni kell, víz megőrizni kell a talajt, a mulcsozás, mint technológia, és hát mivel én az energia panelba voltam tag,
és ott volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés. Hát mindenképpen említettem, hogy mivel a hálózat az alternatív energiákat nem tudja fogadni, hát ezt mostanában elég erőteljesen látjuk, a vízemelésben szigetszerűen abszolút tudnának működni. Tehát igenis, javasolni fogjuk, mint kamara is a kormányzatnak, hogy ezt a szigetszerű működést az alternatív energiákkal a vízemelés tekintetében mindenképpen célszerű megvalósítani, hiszen ott nem számít, hogy most éppen éjszaka van, és akkor a cső végén nem töltődik a tározó, vagy éppen jön a víz, a lényeg az, hogy mire öntözni kell majd, addigra a tározó megtelve legyen, ahol nem gravitációs úton, hanem emelés útján kerül a tározóba a öntöző víz. És ezen kívül ugye azt kell mondani, hogy csak egy dolog itt a konferencián az, hogy rengeteg panelbeszélgetés, nagyon sok előadás van, de hát az agráriumnak szinte minden képviselője ott van. Tehát a minisztériumtól kezdve államtitkárokig, helyettes államtitkárokig, fő osztályvezetőkig részesei is ennek a tudás átadásnak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a agrárium szereplői, a bankok, és nyilvánvalóan a környezetvédők, mindenki képviselteti szinte magát. Tehát a különféle panelbeszélgetéseken túl a szünetekbe nagyon erőteljes vita, véleményváltás, információcsere alakul ki. Rendkívül fontos, amit mondott, ugyanakkor ehhez kapcsolódik értelemszerűen, hogy ugye az időjárási viszonyok meghatározzák a termelékenységet is, nyilván a terménypiacokra is hatással van, és a gazdasági válság okozta az orosz-ukrán háború és a gazdasági váltás következményeként ugye változik a környezet ebben az értelemben, tehát hitelforrásokra van szükség. Felkészültünk-e arra, hogy a gazdák, ezt közgazdásztól kérdezem értelemszerűen, hogy közgazdasági szempontból finanszírozhatóak-e ezek a változások, mert ezek bizonyosan jelentős változások lesznek. Én felkészült a szektor, és erre a kérdésre is válaszolok. Egy kicsit a klímaváltozáshoz még hozzászólnék. Ugye most az, hogy ilyen a száj volt, ez különös alkalmat biztosított nekünk, hogy provokatív gondolatokat hozzunk erre a konferenciára. Hoztunk egy ismert klímakutatót, Ürge Forzas Dianát, és nagyon-nagyon sok közös pontja volt a jelenlegi agráriumnak a gondolkozásával, csak hogy ez miért fontos, meg miért kell ezt megérteni. És ezt a mezőgazdaságban szerintem az volt a kulcsgrafikon, hogy a Dianának van egy olyan ábrája, egy híres ábrája, ami azt mutatja, hogy mióta mezőgazdasági termelés van a Földön, tehát a kultúra kialakult, az elmúlt 10 év, azóta a hőmérséklet az nagyon szűk határon belül mozgott, egy fél fokon belül, és ugye ebből kezdünk kilépni. És mindannyian érezzük, hogy gyakorlatilag az emberi civilizációt a stabil klíma tette lehetőségére kialakulni, a mezőgazdaságot ezt tette lehetővé, és a következő 10-20 évben óriási kihívások előtt állunk ebben a tekintetben, hogy ez el fog mozdulni, és olyanokról is beszéltünk, hogy egyáltalán kukoricát majd lehet-e termelni a régióban, mert sajnos egyébként a klímaváltozásnak az egyik legaktívan kitett része az a magyar alföld, tehát nagyon figyelnünk kell, de szerencsére én azt látom, hogy van megoldás, és hogy nem késtünk még el, tehát ezt szerintem mindenképpen meg tudjuk oldani, ha meg akarjuk. Visszatérve a finanszírozásra. Ugye a finanszírozási környezet az nagyon-nagyon nehézzé vált. Ugye minden évben megrendezzük ezt a konferenciát, és egy éve ilyenkor, akkor arról beszélt mindenki, hogy mindenki most kopogjon be a bankjához, és most vegyen föl hitelt, mert nem lesz ilyen olcsó hitel. Ugye egy nagyon hosszú, nagyon olcsó hitelkorszak után vagyunk, tehát viszonylag hosszú ideig voltak alacsony kamatozású támogatott hitelforrások, és a kamatok megemelkedtek, és sajnos még a tavalyi éves várakozásokon is felülmúlták a hitelkamatok emelkedéssel, tehát a következő egy évben azért nem olyan könnyű finanszírozni a mezőgazdaságot, különösen azért, mert egy jelentős mennyiségű összeg hiányzik a mezőgazdaságból. Egyszerűen elképzelni, minden sokkal drágább lesz, drágábban igaz, hogy több ér fogunk aratni, tehát több lesz a bevételaratás végén, de nyilván a költség is jelentős mértékben emelkednek, és kb. 5-600 milliárd forintot kell valamilyen formában pótolni az agráriumba,
A finanszírozók jutottak, az agrárium az továbbra is jó szektor lesz, de ez az 500-600 milliárd forintot be kell rakni, ami további terheket ró az egész szektorra. És nyilván az asszálynak itt is különös jelentősége van, mert ha sok csapadék lett volna, ilyen árak mellett jó termés lett volna, akkor nyilván ezek a finanszírozási problémák azok sokkal-sokkal kisebbek lennének, mert a bevételi oldalon megterülődött volna a drágább vetésnek. De van forrás, csak sokkal-sokkal nehezebb hozzáférni, mint korábban. Az infláció mennyiben nehezíti meg azon agrárgazdák dolgát, akik a hitelet szeretnének felvenni, hiszen azért ez korán sem mindegy. Az inflatórikus hatásokkal nyilván számolni kell, és a kamatterhek növekedése pedig hát meglehetősen drasztikus, de ezért van a kormányzatnak az a intézkedés, ami a kamatterhek mérséklését szolgálja és támogatást ad a kamatok vonatkozásába, oly mértékben, hogy elviselhető legyen az agráriumban résztvevők számára ez az összegszerűség. Ennek ellenére ugye az input anyagok áremelkedése, akár a növénytermesztés, akár az állattenyésztés tekintetében, ezen belül is nyilván az energia áremelkedés az annyira hektikus és annyira nagyságrendű, hogy a jövő év tekintetében elég nehéz jóslatokba bocsátkozni. Egy biztos, amit szoktunk mondani, hogy a fák nem nőnek az égig, tehát az energiaárak sem fognak, de az a kedvező időszak, hogy olcsó energia bőségébe vagyunk, ez nem fog visszatérni. A hitelmoratórium jó döntés volt? Illetve jó döntés? Ilyen értelemben? Szerintem nyilván lehet vizsgálni, hogy minden eleme jó volt, de alapvetően órás segítséget nyújtotta az egész iparágnak, és ráadásul a kormányzat ebben a tekintetben nagyon erőre lépett, és jövő év végig tart a moratóriumot, ami minden más moratórium nem hosszabb. Elnézést, alapvetően szerintem jó döntés volt, és egyébként a szektornak a kisebb része veszi csak igénybe. Ez azt jelzi, hogy kellett, mert sokan igénybe vették, ugyanakkor az is látszik, hogy nem vette mindenki igénybe, olyanok többnyire nem vették igénybe, akiknek nincs erre szükségük. A kap mennyit fog segíteni abban, ha hozzájutnak a gazdák ehhez a pénzhez, hogy egy átgondolt gazdasági környezetet alakítsanak ki, ami tehát folytatása az eddigieknek, de nyilvánvaló, hogy arra a pénzre feltétlenül szükség van. Az új kap, azt látnunk kell, hogy a hazai finanszírozás nemzeti támogatásoknak ugye 80%-os bővülése okán egyértelmű, hogy több pénz fog visszaáramlani és beáramlani a mezőgazdaságba. Remélhetőleg ennek nagy része nem az input anyagok irányába költségtöbletként fog elfogyni, hanem biztosítani fogja azt a fajta dinamikus fejlődést és egyértelmű fejlesztés orientáltságot, az innovatív megoldások mind alaposabb elterjedését, ami beindult a magyar mezőgazdaságba. Tehát az a korszerűsítési folyamat, amelyik akár a tejelőtehenészetek vonatkozásába, akár pedig hát a növénytermesztés tekintetében a precíziós gazdálkodás irányába való elmozdulás. Tehát egy költségtakarékos és a hatékonyság növelésére irányuló fejlesztések sora nem szabad, hogy megtörjön, és mindenféle moratórium és hitel kamat támogatás, ezt kell, hogy szolgálja, hogy az a lendület ne törjön meg, hiszen az európai piacon úgy fogunk tudni csak versenyképesen megmaradni, exporttermékeket előállítani, és ha úgy tetszik a hazai piacainkat megvédeni az olcsóbb importterméktől, és most nem menjünk bele, hogy most a minősége jobb, rosszabb, mert most nem ezt a témakört taglaljuk, hogyha mi vagyunk a legjobbak között. És ezt a hátrányt, ami valamelyest ugye a rendszerváltás óta kialakult a magyar mezőgazdaságba, kell behozni. És nagyon jó volt az Agrárportfólió konferencia e tekintetben is, hiszen
ezekre tudtak a szakértők bizonyos irányokat, válaszokat, módozatokat, lehetőségeket mondani, amit persze hát mindenki otthon a saját gazdasága vonatkozásába átgondol, továbbfejleszt, áttekint, és megtalálja a helyes irányokat. Mi a fenntartható fejlődés záloga? Gondolok itt ebben a kérdésben arra, hogy nyilvánvaló, hogy a növénytermesztésben új utakat kell járni. Egyik oldalról az állattenyésztésben nem különben, de ragaszkodni a régi tradíciókhoz ennek ellenére, mert hogy azért, ha a köznapi ember, és most gondolkodjunk a köznapi ember fejével, hogy most az az árdrágulás, ami bekövetkezett a boltokban, az rendkívül oldal megviseli a családi gazdaságokat is, és akkor még nem beszéltünk azokról, akik termelnek. Tehát itt a búza, a kukorica árak, az input anyagok drágulása okán az összes többi élelmiszer, már pedig az élelmiszergazdaság az alapja, azt mondjuk az agrárgazdaságnak. Tehát mi az a lehetőség, amit közgazdász szemmel kínálni lehet? Hát kezdem egy rossz hírrel, lehet, hogy el kell fogadni, hogy drága az élelmiszer. Tehát lehet, hogy föl kell tenni azt a kérdést, hogy eddig nem volt a túlságosan olcsó, ugye folyamatosan a fejlett Európa az jövedelmének az egyre kisebb részét költötte élelmiszerre, és most ugye történt egy nagyon-nagyon drasztikus fordulat. Hogy látjuk az élelmiszerinflációt, ez azért érezzük különösen drámainak, mert nem 5-10-15-20% ugrottak meg az árak, hanem közel 50% ugrottak meg az élelmiszerárak Magyarországon. Nyilván ez egy óriási mérték, és nyilván a lakosság ezt nagyon nehezen tudja kigazdálkodni, és nagyon nehezen tudja kifizetni, de hogy mi a jövő ebben, nyilván sokkal több beruházással hatékony termelés, hatékony élelmiszeripar, hatékony agrárium. És a igazi nagy különbség egyébként a között van, hogy az agrárpiaci terményárakkal azzal nem lehet mit kezdeni, világpiaci árak vannak. Én nem hiszem, hogy akárki boldog lenne, hogyha Magyarországon 30%-kal olcsóban tudná csak eladni a gabonáját, mint egy szomszéd országba, tehát akkor nem lenne Magyarországon gabona, vagy nem lenne versenyképes a magyar mezőgazdasági termelés, nem történnek meg a szükséges beruházások, és lemaradnánk mindenbe, de a minden lépcsőfón kell a hatékonyság javítás, az a garancia a tartós magas biztonságú és olcsó élelmiszernek, de szerintem azt el kell felejteni, hogy nagyon olcsó az élelmiszer. Szokták mondani, hogy egy olyan termékből 30%-os volt a pazarlás, vagy élelmiszerben 30%-os volt a pazarlás, azért vannak még tartalék, tehát lehet, hogy a régi időszakban volt extrém olcsó olcsó az élelmiszer. Ez egy sajnálatos fejlemény, de ez együtt kell most élni. Változni fog-e annak tükrében, hogy nyilván az ukrán, az orosz búza, és itt tovább nem sorolom, kukorica árak is emelkedtek, és azért hatással voltak az európai behozata, a kivitelre, tehát export-importra is. Mi a teendő itthon ebben a tekintetben? Tehát búza, kukorica, változnak-e azok az elültetett termények mennyiségben és minőségben? Mindenképpen változni fognak. Egyrészt várjuk a háború mielőbbi befejeződését. A háború lezárása nagy kérdés, hogy Ukrajna vonatkozásába milyen eredménnyel vagy békekötéssel zárul. Részbe vagy egészbe megmaradnak neki a tengeri útvonalai, vagy változnak. Én most nyilvánvaló nem kívánok, és nem is lehet semmiféle preindikációt tenni e vonatkozásba, de nagy mértékben változhat emiatt az ukrán termékeknek, és ilyen irányú gabonaféléknek az Európai Unió felé való exportja, mert egyáltalán nem mindegy, hogy ezt tengelyen vagy tengeren történik. És ha tengeren, akkor nyilvánvaló észak-afrikai piacok inkább a cél piacok, míg a tengelyen Európa államai, és hát mivel Ukrajna objektíve, ugye Európa felé, hát néhány országgal határos, Magyarország, mint az egyik
tranzitország benne van. Ha Magyarország benne van, akkor értelemszerűen a magyarországi kereskedők mindig fognak levenni ebből a tranzit mennyiségből annyit, amennyi a feldolgozóipar és másnak kell. Tehát az árak egy árstruktúrálódás felé fognak elmozdulni. Még akkor is, hogyha bármiféle valós vagy árpiacvédelmi intézkedésekkel korlátoznánk ezt, de hát ez egyáltalán ugye egy piacgazdaságban nem valós, és hát mondjuk pont egy háborús helyzetben nem is lenne semmilyen módon gazdaságpolitikailag se célszerű. De hát mivel az Európai Unióban a mozgás szabad, most olyan mindegy, hogy ott a hármas határon egy 30 kilométeres kerülővel Szlovákián keresztül jön be a ukrán termék, tehát nem lehet értelemszerűen ezt ilyen közgazdasági és egyéb intézkedésekkel megvalósítani. Az más kérdés, hogy ha az Európai Unió felé nagymértékű ukrán gabona beáramlása várható hosszabb ideig, akkor azoknak a minőségi követelményeknek, ami a tisztaság, ami különféle növényvédőszere maradékoknak a nulla volta kell, hogy legyen, ott is különféle növényvédő szerhatóanyagok használatának a tilalma, ezek meg kell, hogy valósuljanak. A Agrárgazdasági Kamara is folyamatosan küzd azért, hogy a harmadik országból olyan terményeket hozzunk be, amelyek megfelelnek az európai minőségi követelményeknek, hiszen nem célszerű az sem, hogy a magyarországi cukorrépa termesztés tudjuk, hogy jelenleg hol van, majd pedig kinyilvánítjuk, hogy rendben, de hát olcsóbban kell termelni, hiszen a nátszukor az mennyivel olcsóbban behozható, igencsak a nátszukorban 26 féle olyan hatóanyagú növényvédő szert használnak Dél-Amerikába, amely az Európai Unióba be van tiltva. Tehát amikor szoktam mosolyogni, amikor kérdezik kávéfogyasztás mellett, hogy nátszukrot szeretne, mert az a legegészségesebb, akkor mindig el szoktam mondani, hogy hát bizonyos kritikával élek e tekintetben. Tehát gyökeres változások várhatók, ugyanakkor az állattenyésztésről méltatlanul kevés szó esett mindez idáig. Milyen támogatás és fejlesztési lehetőségek lesznek az új KAP-ban 2023-tól, hiszen válságenyhítő intézkedésekre feltétlenül szükség van. A KAP reformba az állattenyésztés nagyon erőteljesen el kell, hogy mozduljon, és a nagyságrendje ez még értelemszerűen változhat. A felvásárló egységek és különféle multinacionális áruházláncoknál kieszközölt környezetvédelmi jelzésrendszer irányába. Kicsit bonyolultan fogalmaztam, de 23 nyarán már a sertésnél is egyértelműsítve lesz az a jelzésrendszer, és hát más állatok vonatkozásába is, amelyik azt mondja, hogy bio, vagy szabadtartás. Félig istálózott nagy kifutóval rendelkező tartás, istálóba a tartott nagy férőhelyen történő tartás, vagy pedig hagyományos istálózott tartás. Most ezen belül én nem megyek most a ketreces, nem ketreces tartások irányába el, de ezek mind jelzés lesz. És mivel említettem, hogy érzelmi alapon van néha kinyilatkozás a környezet rombolás tekintetébe, és tudjuk, hogy a vörös húsok, a tojás, meg egyebek milyen hullámozgást éltek meg, hogy mennyire károsnak voltak kikiáltva az egészség, de azt utána kiderült, hogy ez mégsem ez, az, hiszen az elmúlt évszázadok, évezredek során az emberiség ezt fogyasztotta, és az egész szocializálódása ez alapon történt, és mégsem halt ki, tehát nem azok az érzelmi alapon kikiáltott károsságok. Ezért ezeket tisztázni kell, és ezeket igenis meg kell nézni, hiszen azért a különféle növényi tejek vonatkozásába is azt arra kell bizony azt tenni, hogyha beltartalmi értékre számoljuk,
a károsanyag kibocsátást, akkor és a tejné, a rendes tehén tejné, azt egyesnek nézzük, akkor még a legjobb helyen a szójatej van, amelyik csak háromszor, azonos beltartalomról beszélek, de mondjuk az abtej 10-szer több károsanyag kibocsátása van a környezet vonatkozásában, az előállítása tekintetében, mint a normál tejnek. Összegezve én tudom, hogy a közgazdás nem jós, de mi várható 2023-ban, ha összegezzük, melyek azok az alapvetések, amelyekben mindenképpen bízhatunk az agrárgazdaságban? De van alapvetően két fontos paraméter, vagy szerintem lehet, hogy három fontos paraméter, amiről nem árt beszélni, az infláció az magas marad. Azt most tudjuk, hogy 2023-ban magas marad az infláció. Lehet, hogy az élelmiszer infláció már nem lesz ekkora, de mindenhol mást, hogy megjelenik az infláció. Tehát a jövőre nem számítanunk kisebb inflációval, mint az idejében. A kamatok magas szintje az év elején valószínűleg fennmarad, tehát jövőre is egy magas kamatkörnyezettel fogunk szembesülni. Jövő év végére már valószínűleg jobb lesz az infláció, és jövő év végére ezzel felhozásban jobb lesz a kamatkörnyezet, de az év egészre tekintve még ez a kettő problémát okoz. A harmadik alapvetés az, hogy a költségvetés pozíciói sajnos nem olyan erősek, mint a korábbi években voltak, tehát költségvetési oldalról nagyon meg kell nézni, hogy hova kerülnek a támogatási forintok, tehát a költségvetés mozgástere szűkebb, és jól meg fogják nézni azt, hogy mit tudnak támogatni, hova tudnak beavatkozni, és hova nem, tehát kisebb segítségre számíthatunk. Viszont a Európai Uniós források, azok ugye az agrártámogatás tekintetében eddig is fontosak voltak, és jövőre talán nem csak a keretek nyílnak meg, talán egyéb EU-s pénzekre is megnyílnak a keretek, és jövő év másik felétől érkezhetnek EU-s pénzek, ami alapvetően egy pozitív gazdasági környezetet valószínűleg. Ebben a térben mozog az agrárium, az alapanyagárakról nagyon nehéz beszélni, hogy mi mennyire fog mozogni, véget ér a háború. Tehát valaki megmondja, hogy véget ér a háború, akkor megmondom, hogy mennyi lesz a gázár, és megmondom, mennyi lesz a műtrágya, a műtrágya ár. Tehát borzasztó nagy bizonytalanság lesz, de én úgy gondolom, hogyha az idei évet az agrárunk le tudta kezelni, úgyhogy volt egy nagyon erős asszály is, a következő évet is le fogja tudni kezelni. Azért alapvetően termelő szektor, az infláció az nyilván problémát okoz, de az élelmiszer emelkedés, amit látunk az egyik oldalon boltokban, az abból a szempontból pozitív hír, hogy át tudják a fogyasztókra hárítani a szereplők a megnövekedett árakat. Én úgy látom, hogy alapvetően a szektornak jól fog menni 2023-ban is, viszont lehetnek olyan egyes cégek, amelynek rosszabbul, mert a nagy energiaintenzív cégek, nem egészséges finanszírozási szervezetű cégek, és azok a cégek, amelyek mondjuk nem csinálták meg a szükséges beruházásokat az elmúlt évben, akik nem éltek azokkal a tényleg kedvező forrásokkal, hitel lehetőségekkel, állami támogatásokkal, amelyek voltak. Tehát, hogy alapvetően jó év lesz, de nagyon elképzelhető, hogy három hasonlóan működő gazdálkodási egység közül kettőnek jól fog menni, a harmadik meg nagyon-nagyon rosszul, mert hiányoznak azok a növekedéshez szükséges paraméterek, amik a másik kettőnél megvannak. Megértettük, hogy háromból három az nagy ritkaság lenne. Uraim, köszönöm, hogy megtiszteltek, és természetesen továbbra is számítunk, kedves nézőink, önökre is, hiszen én azt gondolom, hogy a magyar agrárgazdaság a mindennapjaink alapja. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, és minden jót mindnyájuknak. Köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm. Az Agrárinfót látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.